A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából negyedik alkalommal szervezte meg őszi futófesztiválját a Szombathelyi Egyetemiese. A rendezvényen ezúttal is indulhattak profik és amatőrök is. A rendezők minden korosztály számára hirdettek versenyeket, így nem csoda, hogy a résztvevők száma meghaladta a 1000-et. Nem az a célunk, hogy bővüljünk, tehát ezt a 21. századnak ezt a fajta dolgát igyekszem távol tartani magunkat tőle, tehát a kezdeti versenyünkön is már körülbelül ez a magyar bajnoksággal együtt olyan 500-as létszámunk van, 500-550-es létszámunk az amatőrökkel együtt, meg a gyerekekkel együtt. Mi ezt a létszámot szeretnénk megőrizni. Kocka Tibor eddig minden alkalommal részt vett a versenyen. Idén 10 kilométeren indult a város sportért felelős alpolgármestere, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy a futást nem kampányszerűen kell csinálni, hanem mindennapos gyakorlattá érdemes tenni. A futófesztivál távjai amúgy is alapos felkészültséget kívánnak. Amikor hónapokkal korábban például ennek a versenynek májusban, júniusban megszületik a kiírása, fölkerül az internetre, megjelennek a plakátok, akkor ha valaki úgy gondolja, hogy és kedvet érez ehhez, akkor van egy 3-4 hónap, amikor akár az egyetem szakemberének a segítségével is, akár a nulláról a 2,5 vagy akár a 10 kilométerre is föl lehet készülni. A futófesztivál egyik csúcspontja a 2023 méteres gyermekváltó volt. A rendezők ezzel a futammal szerették volna erősegíteni Szombathely pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa címre.